Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Van nekünk egy mai esti témánk, a szellemiséget keresd, és ennek már 8. részénél tartunk, ha jól emlékszem. Igen. Ami annyit jelent, hogy már sokat beszéltem erről a témáról, de még mielőtt erről elkezdenék bármit is mondani, hát nézzük meg, mit is csinálunk mi. Az embereknek eljuttatjuk azt a tudást és gyakorlati lehetőséget, melyek által olyan élet- és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására. Most kérdés az, hogy kellene vajon az embereket és az életet jobbítani? Vagy esetleg mondjuk jó felé halad a világ? Nem? Tehát vajon, ugye az imént említettem, hogy az ember és az élet jobbítása. Tehát vajon az fontos lenne, hogy képesekké váljanak az emberek szeretetben, békében és boldogságban élni? Vagy hogy ez ne csak egyes emberek kiváltsága legyen, hanem mondjuk az egész emberisége. És az egész emberiség szeretetben, békében és boldogságban élne, akkor ezt úgy hívnák, ezt a korszakot az emberiség számára, hogy aranykor. Tehát az aranykor azt jelenteni, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Most melyik a jobb, hogyha az emberiség mondjuk aranykorban élne, vagy mondjuk az a jobb, hogyha az emberek boldogtalanul élnek, vagy mondjuk háborúskodnak egymással, vagy olyanokat tesznek, ami nem annyira jó a másik számára, vagy a másik nép számára. Ez így a frankó? Tehát nem tudom, tudod-e, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz az eluralkodik a Földön. Tehát a jó emberek hagyják, hogy a gonoszak azok működjenek, akkor a gonoszak azok egyre inkább fognak működni. Sőt, nem tudom, észleled-e, hogy van egy olyan törekvés, hogy az emberek azok ne legyenek annyira jók, hanem inkább rosszak legyenek, mint jók. Mit ért azunk, hogy rossz? Tehát ami mondjuk mondjuk egyszerűen túlélés ellenes. Na most szerinted melyik a túlélés ellenes? Hogyha egy ember jó hangulatban van, vagy ha rossz hangulatban van? Nem kérdés? Na akkor szavazzuk meg. Ki szerint az az életellenesebb, hogyha az emberek jó állapotban vannak? Tegye föl a kezét. Senki nem tette föl. Akkor bizonyára azt gondoljuk, hogy az a jobb, az a jó, nem? Az nem életellenes, hanem inkább életpárti, nem? Túléléspárti, hogyha az emberek jó hangulatúak.
Így van? Szerintetek is? Ki szerint van így? Oké. Na most, és arra törekszel, vagyis azt a törekvést látod, hogy arra törekszik minden, hogy az emberek jó állapotúak legyenek? Nem. Nem. Na most akkor nézzünk egy konkrét példát ezzel kapcsolatban. Ki fizeti a nyugdíjat a nyugdíjasok számára? Közvetlenül. Az állam. Az állam, nem? Na, ki fizeti a segélyeket közvetlenül az emberek számára? Az állam, nem? És ez szerinted máshol is így van? De. Hát a világ nagy részén ez így van. Hát persze, a legtöbb országban ez így van. Na most, akkor nézzük meg. Hogyha egy ember mondjuk elmegy 65 éves korában nyugdíjba, és még él 95 évesen is, akkor az az államnak mennyibe kerül? Az valószínűleg sokkal, de sokkal többbe kerül, mint amennyit az illető befizetett. Nem? Miért? Mert biztos, hogy sokkal többbe kerül. Na most. És akkor gondold végig. Az államnak az az érdeke, hogy egy nyugdíjas az hamar elpatkoljon. Világos ez? Na most. Hát persze. A nyugdíj szempontjából mindenképp, nem? Minél kevesebbet kelljen fizetni nyugdíjra az illetőknek, nem? De ha az illetők jó állapotúak, akkor az túlélés ellenes vagy túlélés párti? Túlélés párti, nem? Ha jó állapotúak. Ha rossz állapotúak, akkor az túlélés párti vagy túlélés ellenes? Az túlélés ellenes, nem? Tehát, hogyha az állam azt akarja, hogy a nyugdíjasok ne sokáig éljenek, akkor az államnak azt kell elérni, hogy az emberek rossz hangulatúak legyenek, nem? Logikus a dolog? Sőt, milyen jó lenne az, hogyha valaki csak befizetett az államkasszába, de nem kapna egy vasat se. Nem? Hát az államnak ez a legjobb. Hát gondolkozz logikusan. Hát az se baj, hogyha valaki meghal 40 évesen, mert már 20 évet befizetett az államkasszába. De legalább 15-öt. Nem? Na most akkor, vajon az, hogy a lakosság jó állapotú legyen, vagy rossz állapotú, melyikben van nagyobb érdeke az államnak? Nyilvánvaló, nem? Abban van nagyobb érdeke, hogy minél előbb elpatkoljanak az emberek. Világos ez? Ha valaki ezt nem így látja, az nem vak, hanem hülye. Ja. Oké? Okay. Tehát, ha az államnak az az érdeke, hogy minél előbb elpatkoljon valaki, akkor csak annyit kell csinálnia, hogy rossz hangulatba kell taszítani a lakosságot, és onnantól kezdve úgy fognak hullani az emberek, mint a legyek. Ősszel. Késő ősszel. Kora télen. Érthető ez? Ilyen egyszerű. Na most.
szerintetek az állammal érdemes-e szembe helyezkedni? Nem, ez így van, erre egyértelmű a válasz, hogy mindig az erősebb kutya mit csinál? Él nem életet. Így van. Na szóval. Tehát, ez azt jelenti, hogy az állammal nem érdemes szembe helyezkedni. Tehát, ha az állam azt akarja elérni, hogy a lakosság rossz hangulatú legyen, akkor mihez kell folyamodnia az államnak? Ahhoz kell folyamodni, hogy a médiában csak rossz híreket nyomjanak. És ezt hogy tudják elérni? Mikor a média nagy része az nem állami tulajdonban van? Mikor az magántulajdonban van? Hát nagyon egyszerű, mert azt mondja a médiának, hogyha te jó híreket akarsz közölni a médiában, akkor hónaptól nem kell működnöd. Akkor visszavonjuk a frekvencia engedélyedet. És már is holnaptól nincs is frekvenciája. És akkor működtesse a tévéjét vagy a rádióját. Világos ez? Hát ha megnézitek azokat a rádiókat, tévéket, amiket tudsz fogni csatornákon, azokban milyen arányban vannak jó hírek? A hírekről beszélek. A pár százalék, nem? Pár százalék. Na most, onnantól kezdve, tehát gondolod azt, hogy a médiáknak a tulajdonosai az mind-mind pessimista? Hogy csak a jó hírek helyett csak a rossz hírek érdeklik őket? Ennyire pessimisták lennének a média tulajdonosai? Nem. Hát egyértelmű a válasz, hogy nem. Biztos vannak olyan tulajdonosok a médiánál, akik pessimisták. De olyan, hogy az összes az legyen, olyan biztos nem. És az összes média az pessimista. Nem? Miért, te láttál már az elmúlt években optimista médiát? Mert én nem láttam, nem is hallottam róla. Érted? Mert akkor azt jelenteni, hogy egy cég, ugye egy média mögött cég van. A cég meg olyan, mint a tulajdonos. Ha a tulajdonos optimista, akkor a cég optimistán működik. Ha a tulajdonos pessimista, akkor a cég pessimista alapokon működik. Világos ez? Tehát, hogyha egy média rossz híreket közvetít, akkor az ember azt kalkulálná ki, hát pessimista a tulajdonos. De az a legtöbb embernek eszébe se jut, hogy neki akkor van frekvencia engedélye, ha ő pesszimistán működik. Különben nincs a frekvencia engedély. Nézzétek meg azokat az adókat, amelyik már nincsenek. Például Danubius rádió. Hol van? Kalipszó rádió. Hol vannak már ezek? Klassz FM. Hol vannak már ezek? Egyszerűen nem kaptak média engedélyt, frekvencia engedélyt. Nem kaptak. Értitek? Tehát annak adnak frekvencia engedélyt,
akinek akarnak. Világos ez? Tudom, mit csinálnak? Csak azt csinálják, hogy mit tudom, hogy van egy újság, amelyik optimista híreket akar közvetíteni. Akkor fogják és rászabadítják az apeket. Csak most mondtam valamit. És ellehetetlenítik a működését. Érted? Tehát az államnak az az érdeke, hogy csak olyan hírek legyenek, csak olyan hírportálok legyenek, csak olyan, mit tudom én, tévé, rádió műsorok legyenek, ami nem felviszi az emberek hangulatát, javítja az emberek hangulatát, hanem leviszi az emberek hangulatát. Miért? Hogy minél előbb, hát bocs, hogy ezt kell mondani, dögöljünk meg. Mert ez van. És ugye a kormány nem kopogtat be a lakásodba, és bosszant téged. Nem, nem. A médián keresztül bosszant téged. Oké, de az, hogy te a tévét bekapcsolod, vagy nem, azt már te döntöd el. Az, hogy megnézed a rossz híreket, vagy nem, azt te döntöd el. Mert például bemennének hozzád, mondjuk a kormánytag bemenne hozzád rendőrökkel, akkor nem tudnád őket lekapcsolni. De a tévét meg a rádiót ki tudod kapcsolni, vagy az újságot ne, akarod, nem veszed meg. Nem? És nézzétek meg, ha valaki az én korosztályom, annak egy kicsit könnyebb, vagy akár idősebb, akkor még könnyebb, mert látta az előző generációkat. Nem a közvetlen szüleinkről van szó. Nem, nem, azok már elfuseráltak ugyanúgy, mint mi vagyunk. Hanem, mármint a korosztályomról beszélek. Hanem a két generációval ezelőtti korosztályról beszélek. A két generációval ezelőtti korosztály az a következő. Jó, tehát 1967-ig van az én generációm, az én korosztályom, 67-ig. Onnan számolj vissza 25 évet, 7, 6, 5, 4, 3, tehát 43-tól van az én korosztályom, ha jól számolom, 67-ig. 3, 4, 5, 6, 7, igen, 43-tól. 43 előtt, tehát 42-ben születettek már előző korosztály. Onnan számolj vissza 25 évet, megint csak. 2, 1, 0, 9, 8. Az azt jelenti, hogy 42 mínusz 25, ugye az 18. Oké? Okay? 8, 9, 10, 1, 2. Igen, 18-tól. Tehát 18 meg 25, az 43. Oké? Okay? De így számolod ki, mert 42-től 2, tehát 2, 1, 0, 9, 8. Jó? Tehát így jön ki, tehát 18-tól volt az előző generáció, az előttünk lévő generáció, és 17-től visszafelé volt a kettő generációval előtti generáció. És erről a generációról beszélek. A két generációval előtti, tehát magyarul 50 évvel idősebbek, mint te vagy. Oké? Okay? Azok voltak a nagyszüleink, legalábbis az én esetemben.
Az én nagypapám az még a 1800-as években született, az egyik. A másik is. Az én nagymamám az 906-os volt. Tehát a nagymamám. Na most, ezt megnézzük, ezt a két adatot, akkor megnézed a két generációval előtti, tehát a 1918 előtti születésűeket, akkor azt látod, hogy azok egészségesen élték végig az életüket, akik végigélték. És a többség végigélte. Oké? Okay? És például az én egyik nagypapám, a vidéki, az életben nem látta őt a kórház. Soha nem volt kórházban. Tehát egy műtéte nem volt életében. És élt 87 évig, vagy meddig. Azt úgy halt meg, hogy kártyázni volt, az becsicsentett, az ment hazafelé, az beleesett az árokba, és az árokba volt egy ilyen kő, beton, beütötte a fejét. Aztán egy héten belül elment. Tehát még nem is természetes halálba ment el 87 évesen. Na most nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ott a többség az egészséges volt, és megnézed, az én másik nagyapám a halál előtt még 4 hónappal vicceket mesélt. Tehát egy nagyon jó állapotú ember volt, érted? Története, ilyen vicces története, de egy nagyon humoros ember volt, és mindig jó állapotú volt. Pedig a nagymamám, az a pesti, az elég sokat szekálta őt, és mégis jó állapotú volt. Na most... Tehát ez a szekálás a nőkben már akkor is valamilyen szinten megvolt. Lényeg az, hogy az én például a nagypapám, ez a pesti nagypapám, az végig jó állapotban volt az élete, és az utolsó 4 hónapban romlott le a hangulata. Na most a mai embereket megnézed, már fiatalon rossz állapotú emberekről beszélhetünk. Tehát régen kiment az ember egy foci meccsre, mondjuk én gyerekkoromban apám kivent, akkor ott mindenki szélesre, vigyorral nézte a meccset, érted? És újongtak, vagy kevésbé újongtak. De nem hőzöngeni mentek ki a foci meccsre. Érted? Most a társadalom az, tehát mit tudom, kint volt egy kettős mérkőzésen 80 ezer ember, és ott nem volt balhé. Semmi. Nem azért, mert nem vihettek oda semmit, ott mindent be lehetett vinni. A 80 ezer ember bevihetett üvegeket, akármit, és semmi balhé nem volt. Most úgy próbálj beengedni stadionba akár 10 000 embert, hogy nem motozzák meg, mit tudom én, mit csinálnak velük, érted? És azért nincs balhé, mert nincs mivel balhézni, érted? Tehát a társadalom emberekből áll. Tehát az emberek hangulata, mondjuk a 70-es évekhez képest, az a béka hátsó fele. Körülbelül. És ez hogy értékel? Hát nagyon egyszerű. Ez olyan, mint a legtöbb ember. A muszájra te se szeretsz kiadni pénzt. Tegye már föl a kezét valaki, aki szeret muszájra kiadni pénzt. Na most az államnak a nyugdíjas, az egészségügyi ellátás, a segély, az muszáj. Igaz?
nem tudsz egy olyan embert mutatni, aki a muszájra szívesen fizet. Arra én tudom, hogy szívesen fizetsz, amit te szeretnél, vagy te akarsz. De a muszájra keresd már egy embert. Na most az állam ugyanígy emberekből áll. A muszájra ők se szívesen fizetnek. Ők se szívesen fizetnek a muszájra. Na most, de mivel az egészségügyi ellátás, a segélyek és a nyugdíj az muszáj kifizetés, nekik az a jó, hogy ez a muszáj kifizetés, mint neked az a jó, ha ez a muszáj kifizetés egyre kevesebb. Világos ez? És hogy ezt elérjék, az az érdekük, hogy te hamar feldobd a pacskert. Érthető? Hát mondom, indulj ki magadból. Te se szívesen fizetsz a muszájra. Senki. Sőt, ha megtehetnéd, egyre kevesebbet fizetnél a muszájra. Nem így van? Hát miért lenne más az állam? Mikor az emberek azt gondolják, hogy az állam az egy jóságos atya, akkor annak a személynek elment az esze. Soha nem is volt, nem is lesz olyan, hogy az állam az jóságos atyaként működjön. Soha. Világos ez? Hát ilyet még én azért nem mondanák, vagy mondanék, mint amit most hallottam tőled. Na szóval, jó, akkor úgy rendben van, de azért nem mondjuk ki, mert még ágya, jó? Tehát amit nem szeretnénk, azt nem mondjuk ki, jó? Még átvitt módon sem. Jó? No szóval, lényeg az, most képzeljétek el, akkor itt vagyunk, nem csak mi, hanem a világ nagy része. Egy olyan működés alatt, ahol az az érdek, hogy számodra minél kevesebb pénz legyen kifizetve, de te lehetőleg minél többet fizess be, oké? És egy ilyen világban élünk. Ami azt jelenti, hogy ez ellen te hogy védekezhetsz? Kétféleképpen. Hát nem úgy, hogy kimész az utcára tüntetni. Nem ez a megoldás. Nem az a megoldás, hogy hőbörög. Nem az a megoldás, hogy lázíts. Nem ez a megoldás. Az a megoldás, hogy ne nézz rossz híreket. Ne nézz olyan dolgokat, amiben manipulálhatnak. Beülsz egy tévé elé, nézel egy filmet, és akkor tök jó filmnek tűnik, mert derülsz rajta. Érted? És közben a filmben meg ott vannak azok a manipulációs eszközök, amit te észre se veszel. Például megnézed mostanában, nagyon jó manipuláció az, hogy olyan filmeket csinálnak már az elmúlt évtizedekben, olyan filmeket, ahol a nők erős mi voltját mutatják meg. Hogy mitől fogják, fizikailag legyőzik a férfiakat. Akkor ellenszegülnek teljes egészében. Akkor, mit tudom én,
olyat csinálnak, hogy fogja és azt mondja, hogy te kevés vagy, mondja a férjének, és nem elégítesz ki, most ne úgy értsétek, hanem az életben nem elégítesz ki, nekem kevés vagy, több kell, jobb kell, nem vagyok boldog melletted. És mondjuk egy nap alatt, ha nem látsz mondjuk 10 ilyen filmet a tévében, de legalább 5-öt a különböző csatornákon, akkor még keveset mondtam. Hát persze, erősödjetek meg, drága hölgyeim, és akkor el fogtok válni. De én még boldog embert nem láttam a válás után. De akkor se, ameddig oda jutott a válásig. És most csak egy manipulációról beszéltem. És az emberek ott ülnek, és jókat mosolyognak a filmen, és közben megy be az információ, megy be a manipuláció. A tévében nem adnak olyan filmet, beleértve a dokumentumfilmet is. Tehát mondjuk nézel egy természetfilmet, és akkor ott van benne a manipuláció. Oké? Például nagyon előszeretettel mutatják a természetfilmekben az oroszlánokat. De megnézed az oroszlánok, hogy működnek. A csajok vadásznak, a fránya herék, azok meg csak herék, lustákodnak, érted? Aha. Azok csak ott lustákodnak, és utána oda mennek, és lefölözik a zsákmány javát. És a természet, az állatokról szól természetfilmek nagy része erről szól. Vagy ha nem erről, akkor arról szól, hogy azok a fránya bikák, azok csak állandóan egymással harcolnak és veszekednek azért a nőstényekért. Hát milyen hülyék ezek a bikák, nem? Hogy nincs más dolguk, csak állandóan a nőkért küzdenek. Ez nem manipuláció, úgy véletlenül? Hát gondold végig. És így megy be egyik film után a másikba, és akkor kialakul benne az, hogy a férfiban, hogy na mi milyen hülyék vagyunk, a nőben meg az, hogy hát mi vagyunk a teremtés koronái. És akkor megfordult a világ. Nem azt mondom, hogy a nők hülyék, csak az, hogy csak az egész feje tetejére áll. Érted? És akkor most csak természetfilmekről beszéltem. De egy rendes filmben sokkal több manipuláció van, mint egy természetfilmben. Vagy például valaki szereti a sportot. A sport miről szól? Versengésről. Aha. Győzzük le a másikat. Na most, ha valakit te le akarsz győzni, akkor az valahogy abból hiányzik az, hogy szeretjük egymást. Jaj, de jó együtt. Hogy hiányzik belőle, nem? A legyőzés azt jelenti, hogy az le van győzve. Az mondjuk kevesebb, mint az, aki legyőzte. Nem? Hát minimum most finoman fogalmazva. De amikor az emberek egymással vannak, és egymást szeretnék, akkor nincs olyan, hogy az egyik több, vagy a másik kevesebb. Akkor mindenki egy. Ezért hívják egységnek. Érted? A mindenki egy azt jelenti, hogy egyik se több a másiknál. És a versengésben? Ott az nem így van. És ha valaki jó sok sportot lát, akkor arra van manipulálva, hogy nem az egység a fontos, hanem a másiknak a legyőzése. Igaz? A másiknak a legyőzése. Érted? A versengés.
ami nem egy jó hangulat. A jó kedv, amikor táncolsz, az egy jó hangulat. Amikor valakit legyőzöl, nehogy ma azt mond nekem, hogy az egy jó hangulat. Hát a háborúk a másik legyőzéséről szóltak. A versenysport az olyan, mint a háború békés kivitele. Oké? De most a versenysport és mondjuk a római birodalomban lévő gladiátorok közti küzdelem között nagy különbség van? Hát ha megnézed, nem sok különbség van. Csak annyi, hogy a versenysportban épp nem ölik meg egymást. És az emberek ott nézik az ilyen műsorokat, érted? És semmi gondom nincs avval, hogy nézed. Csak lásd meg benne a manipulációt. Érted? Mert ha meglátod a manipulációt, akkor nem tud téged manipulálni. Érted? De ha nem látod meg, sőt, beleéled magad a szereplő helyzetébe, az kész, na az a káosz és katasztrófa. Mert onnantól kezdve te már manipulált vagy. Az a műsor, az a film, az tökéletesen manipulált téged, hogyha bele tudod képzelni magad a szereplő vagy akár a sportoló helyzetébe. Mi az, hogy tudod? Tehát azt, hogy beleképzeled magad vagy sem, az döntés kérdése. Világos ez? Az egyik ember úgy dönt, hogy beleképzeli magát, a másik meg úgy dönt, hogy nem képzeli bele magát. Az egyik úgy dönt, hogy nem abból a szempontból nézek egy bármilyen műsort, hogy megnézem, hol manipulálják benne az embereket, a másik meg úgy nézi, hogy ezt figyelembe veszi. És azt tudja mondani, hogy mikor jön egy manipuláció, hogy ezt nektek. Oké? Ló fütyja a hátsó feletekbe. Oké? No szóval, ha az ember foglalkozik egy kicsit az ember és a világ működésével, akkor rálát dolgokra. És azt mondja, hogy hát nézzük meg, hogy itt vagyok én egyénként, te ugyanúgy ott vagy egyénként. Vajon nekem mi a jó? Az, ha manipulált vagyok. Tehát ezt gondold el ugyanígy ezt a fogalmat magadban. Tehát az a jó neked. Tehát úgy fogalmazd, hogy az a jó nekem, ha manipulált vagyok. Nem. Az a jó nekem, ha rossz állapotú vagyok? Nem. Az a jó nekem, ha rossz hangulatú vagyok? Nem. Akkor nézzük tovább. Az a jó a családomnak, ha jó állapotú? Vagy ha rossz állapotú, akarom mondani? Nem. Az a jó a családomnak, ha rossz hangulatú? Nem. Akkor nézzük tovább. Az a jó a közösségben, amiben esetleg van az ember, vagy a barátoknak, ha rossz állapotúak? Nem. Az a jó nekik, ha manipulált, vagy rossz, az a jó nekik, ha manipuláltak? Nem. Vagy nézzük meg. Az a jó az emberiségnek, ha manipulált? Nem. Az a jó az emberiségnek, ha rossz hangulatú? Nem. Hát egyértelmű válaszok vannak. Érted? És onnantól kezdve azt mondja az ember, hogy se nekem, se a családomnak, se
valami közösségnek, amiben benne vagyok, se az emberiségnek nem jó, akkor miért hagyom, hogy magamat vagy másokat manipuláljanak? Érted? Miért hagyom? Miért hagyom, hogy engemet vagy másokat levigyenek rossz hangulatba? Érted? Persze utána mondhatja az ember, jó, de mit csináljak? Hát először is te tehetsz arról, hogy hagyod-e magad, hogy manipulálnak vagy nem. Arról, amiben tudod, hogy az nem jó, fel tudsz világosítani másokat, nem? Nagyon egyszerű. Hogy ezt milyen formában teszed, az egy másik kérdés. Az már mondjuk azt, hogy a te dolgod. És képezheted magadat, hogy milyen élethelyzetben hogyan cselekedjél helyesen. Ami nem könnyű, mert ahhoz, hogy minden élethelyzetben az ember helyesen tudjon cselekedni, hát olyan tudásra van szükség, ahol vannak módszerek a cselekvéshez. Tehát hiába mondják azt, hogy cselekedj helyesen, ha az ember nem tudja, hogy hogy jusson el oda, hogy helyesen cselekedjen. Tehát kell módszer. És akkor az ember azt mondja, hogy jó, akkor keressünk módszert. Nézzük meg a netet. Szuper! Netnéző. És akkor keresünk a neten módszereket. És az ember keresgél órákat, napokat, hónapokat, éveket, és mindenütt azt látja, hogy elmondják azt, hogy milyen legyél, de azt nem mondják el, hogyha te most ilyen vagy, és olyanná kellene válnod, akkor hogy jussál el oda? Az valahogy hiányzik. Tehát ez olyan, mintha azt mondanák, hogy neked most el kellene jutni, mit tudom én, Kuala Lumpurba, és azt mondanák, hogy nem adunk hozzá térképet. Juss már el oda! El ott kezdődne, hogy azt se tudnád, merre indulj el, érted? Oké? No szóval, de akkor mondhattam volna itt Magyarországon, mondjuk, juss el Milotára. Jó? Nem tudom, ki az, aki tudja, hogy hol van Milota? Én, hát azért mondtam olyan falut, amit nem nagyon hallottatok már. Vagy mondjuk másikat is? Mondjuk például Uszkába jussál el. Uszka. Vagy jussál el mondjuk Magosligetre. Ez mind falu. És nem adnánk hozzá útmutatást, érted? Hogy hogy jussál oda? Eljutnál oda valaha? És senki nem adna útmutatást. Eljutnál valahova? Soha. Nem tudnád, nem tudná oda eljutni, mert nincs információ hozzá, érted? Tehát ahhoz, hogy A-ból B-be eljuss, információra van szükséged. Nem így van? Most az, hogy kitől kapsz információt, az most ebből a szempontból részletkérdés, nem? Kellenek olyan személyek, akik információt tudnak adni. Vagy olyan iratok, leírások, amelyek tartalmazzák az információt. És ha ilyen nincs, hát akkor az ember marad A-ba. És B-be nem jut el. Na ugyanígy vagyunk
az életünkkel is. Ha nem találunk információt avval kapcsolatban, hogy hogyan kellene megváltozni, akkor hiába mondják azt, hogy válj ilyenné, az illető soha életbe nem fog oda eljutni. És érdekes módon ez valahogy úgy van kitalálva, hogy az interneten ne legyenek módszerek. Onnan hiányzik. Tehát te hiába kutakodsz az interneten, tudod, miket találsz? Olyanokat találsz, amit fogtak, olvasott valaki könyvből, érted? És fogta, és mondjuk egy jó beszédű illető, olvasott egy csomó könyvet, ilyen önfejlesztő könyveknek nevezett könyveket, és fogta és onnan megjegyzett dolgokat, vagy kiolloz idézőjelben dolgokat. És akkor elmondja, hogy te válj olyanná. Érted? Gyakorlatilag amit az interneten találsz, az két dolog. Egy, ne ilyen legyél, hanem olyan. Ez az egyik. A másik, hogy motiválnak téged. Motiválnak. Érted? Például, hogy én arra motiválnának, hogy menj már el Uszkába, mert ott ilyen meg olyan gyönyörű dolgokat látsz. És te alig várnád, hogy eljuss oda, de tehát nem mondaná meg senki, hogy hogyan. Eljutnál motiváltság alapján, eljutnál Uszkába? Módszer hiány. Soha életbe. Érted? Tehát attól, hogy az ember motivált, és nincs tudása, avval kitörölheti a hátsó felét. Oké? És akkor nézegethet az ember mindenütt az interneten, és gyakorlatilag van egy szervezet, amit úgy hívnak, hogy Nyílt Akadémia. Annak van egy szervező szervezete. Úgy hívják, hogy PPH. És ott van egy tanító. Úgy hívják, hogy Szedlacsik Miklós. Akinek az a legfontosabb, hogy ami az életedben ahhoz kell, hogy az élethelyzetéidet minden helyzetben helyesen kezeld, ez a Szedlacsik Miklós arra törekszik, hogy neked abszolút tudásod legyen abban a kérdésben. És tudjál módszereket használni, hogy eljuss A-ból B-be. Nekem ez a dolgom, és én ezt a küldetést teljesítem. És ezzel a küldetéssel jutok el oda, jutunk el oda, mert egyedül én nem jutok sehova, csak veletek, amit úgy fognak nevezni, hogy aranykor. Ahol az emberek képesek lesznek szeretetben, békében és boldogságban élni. És akkor most benned fölmerülhet az a kérdés, hogy de mi van azokkal, akiknek eszük ágába sincs jóvá válni? Vagy nem merült fel ez a kérdés? Azokkal tudod mi lesz? Mennek a temetőbe. De nem halottak napja alkalmából, tudod? Nem csak ma mennek a temetőbe, hanem véglegesen mennek a temetőbe. És nem ők mennek, hanem viszik őket, tudod? Tehát ők nem járnak úgy, mint a nejem egyik rokona, hogy kiment egy temetőbe meghalni. Nem vicc, komolyan, mint az elefánt csinálja. Tudod, hogy kiment az elefánt temetőbe, az elefánt meghalni. Tehát szó szerint egy temetésem volt, és a temetése halt meg. Még ilyetről nem hallottam, de ez egy konkrét eset. Tehát nem olyan rég volt, pár évvel ezelőtt.
Tehát a legtöbb ember nem így fogja csinálni, hanem úgy, hogy vagy hosszas szenvedés, vagy hirtelen snitt, be van fejezve az élete. Tehát elvágólag, ugye a snitt. Be van fejezve az élete. Tehát nem gond, hogy nem lehet aranykor. Miattuk. Nem gond. Vagy akar valaki jóvá válni, vagy nincs más választás. Oké? Lehet más választás. Annak a végeredménye az idő előtti temető. Jó, de hát mostanában már nem is biztos, hogy eltemetik az illetőt. Na, haza viszik a vitrínbe, tudod? Hát persze, haza viszik, azt ott gyönyörködnek benne a hozzátartozók. Már nem feltétlenül kell temető. Na, akkor inkább azt mondanám, hogy vagy temető, vagy poralak. Átmennek poralakba. Hát persze, most lehet erről beszélni, mert halottak napja van, tudod? De lehetőleg a halállal kapcsolatban is legyünk vidámak. Miért? Hát, mert abban van egy másik esély. Egy következő esély. Jó? No szóval, hát körülbelül lassan ennyi fért bele az első részbe. És hogy csináljuk ezeket a képzéseket? Hát úgy, hogy rendszeresen kedden és csütörtökön. Minden kedden és csütörtökön, látjátok, ünnep van, meg is kérdezte tőlem valaki, hogy ilyenkor is van. Hát mondom, karácsony van? Nem, akkor van. Szilveszter van? Nem, akkor van. Jó, ez a két esetben nincsen. Máskor van, kedd és csütörtök. És este. 6 órától 4-10-ig. És van minden hónapban előre meghatározottan egy vasárnap, amikor van a képzés. Akkor pedig 11-től 5 óráig. Illetve 7 óráig. Mert igazából 7 óráig tart. És 30 órányi képzés van összesen így havonta. Ráadásul egy közösségben csináljuk ezt az egészet, ahol az emberek rendszeresen összejárnak. Hát nyilván nem mindenki, sajnos, sőt nem is a többség, sajnos, a csapat egy része összejár rendszeresen. És akik összejárnak, azok legalább tartoznak is valahova. Egy olyan közösségbe, ahol nem arról beszélünk, hogy mit látunk a tévébe, vagy mi volt a szomszédban, nem a szomszédokban, hanem a szomszédban, a szomszédok már elmúlt rég, a szomszédban, hanem arról, hogy hogyan váljunk jobbá. Érted? Tehát hogyan tegyünk többet másokért és magunkért. Minden olyan tudás, ami ahhoz kell, hogy te képes legyél a problémáidat megelőzni, vagy megoldani, az élethelyzeteidet helyesen kezelni, a céljaidat megvalósítani, az itt rendelkezésre áll. Minden olyan tudás, még egyszer mondom. Az egész tudásnak az alapja a szeretetre épül. Ha nincs szeretet, nincs aranykor. Hiába van tudás, ha az nem szeretet alapon működik. És ha az emberek elkezdenek szeretet alapon működve, a tudást használva élni az életüket, akkor onnantól kezdve előbb-utóbb egyre jobbá és jobbá válunk, és képesek leszünk arra, hogy az aranykort működtessük. Ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Az aranykorral kapcsolatos konkrét információkkal rendelkezem, hogy mi hogyan lesz és minek hogyan kell lenni.
Egy csodálatos fajta működése lesz a társadalomnak egyébként, amit a legtöbb ember még el se tud képzelni, sajnos. A képzéseket olyan áron nyújtjuk, hogy bárki számára elérhető legyen. Tehát az a havi 9800 forint, amiért adjuk a képzéseket, az a képzésekért nem pénz. Az első hónap ettől eltér, az 19800, nem, 700 forint. 19700 forint. Ami még, ezek az árak még az idén vannak, de jövőre már nem biztos, csak úgy mondom, azoknak viszont megmaradnak, akik ugye, akiknek árgarancia van, mert elkezdték a tanulást. Ez az árgarancia, ez 3 évre érvényes azoknál, akik a 3 éves programba kezdenek részt venni, mert ez egy 3 éves program. Az alatt 4 coach bizonyítványt osztunk ki. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Ez egyébként egy szakma. És a végén egy diplomát is kiosztunk, egy általános coach diplomát, arra vonatkozóan, hogy az illető képes ezeket és ezeket a dolgokat megcsinálni. Ahhoz, hogy aranykor lehessen az egész bolygó számára, 300 millió olyan emberre lenne szükség, aki képes átadni a tudást. Tehát a 300 millió embernek kell a 7,5 milliárdot, vagy akkor már többet, de akkor az már nem 300 millió, hanem több, megtanítani arra, hogy hogyan működjenek az aranykorba. Világos ez? Tehát nem csak az én feladatom ez a dolog, hanem a te feladatod is. Tehát ugye nem véletlenül kerültél be abba az időszakba, ahol az választódik ki, hogy kik lesznek azok a személyek, akik átadják a tudást. Mert amikor már át kell adni a tudást az emberiség számára, akkor már azok a személyek ki vannak választva. És ez a kiválasztódás, ez most folyik. És azért én nem gondolnám azt, hogy az egy rossz dolog egy olyanba kiválasztottnak lenni, aki az aranykor létrejöttét segíti. Az szerintem nem egy rossz dolog. Na most, ha nem lesz aranykor, akkor mindenki sütögetheti a saját kis pecsenyéjét, akkor úgy, ahogy van ez a bolygó, megy a levesbe. És ezen a bolygón azért élnek emberek, meg élnek élőlények is. Tehát én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ez a bolygó megy a levesbe, vagy pedig ez az emberiség, akár nagy része, az tovább él, és helyesen cselekedve éli az életét. Tehát ez egyáltalán nem mindegy. Vagy neked mindegy? Szerintem neked se. Ezért ugye én elég sok, nem sok, egy pár olyan dolgot csináltam, ami nem kis dolog volt. Nem véletlenül voltunk 4-szer piacvezetők különböző területen. Tehát régebben se kis dologgal foglalkoztunk ezelőtt. És mégis azt mondom, hogy végignézve mindenkinek a tevékenységét, aki itt a bolygón bármit is tesz, én úgy gondolom, annál fontosabb dolog, mint hogy az aranykort létrehozzuk, semmi nincs, mert hiába csinálsz te akármit, vagy hiába csinál akárki akármit, ha nem lesz aranykor, akkor annak az illetőnek a napjai, meg a tevékenységének a napjai meg vannak számlálva. Nem tudom, eléggé világos voltam-e. Tehát összesen arra, hogy az egész bolygón aranykor legyen, van 16 év. 16 év. És az két időszakra bomlik szét, egy 6 éves és egy 9 éves időszakra. Most vagyunk a
6 éves korszak elején. Ez is egy 9 éves korszak volt. Most vagyunk a 6 éves korszak elején. És onnantól kezdve, ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor a következő fog történni. Akkor kimentik azokat a személyeket, akik megérdemlik, és a többiek pedig várhatnak arra, hogy mikor születnek újra. Addig még nem lesz egy olyan bolygó, ahova újra születhetnek. Mert ezt a bolygót törlik. Tehát ahhoz, hogy egy bolygó életképes legyen, annak el kell telni egy pár millió évnek. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát pár millió évnek kell eltenni, hogy azon lehessen élet. Nem tudom, csak itt a környezetünkben hány olyan bolygót ismertek, ahol van rajtunk kívül élet. Tudomásom szerint egyet se. Onnantól kezdve tessék ezen elgondolkodni. Jó? Tehát még az se olyan könnyen működik, hogy egy bolygónak légköre legyen. Nem, hogy élő lények legyenek rajta, hogy légköre legyen. Jó, tehát ami azt jelenti, hogy aki nem tesz azért, hogy az emberiség jobbá váljon, az leeshet arra, hogy mikor fog újra születni. Persze vannak olyan emberek, akik nem hisznek az újra születésbe, az az ő személyes szociális problémájuk. Elég nagy bajuk van azzal, hogy ebben nem, nincs hitük. Én nekem nem hitem van ezzel kapcsolatban, hanem tudásom. Pontosan hogyan működik ez az egész. Tehát pontos tudásom van avval kapcsolatban, hogy hogyan működik ez az egész, ez az újraszületés, stb. Stb. Tehát ezért ugye egy kicsit másként látom az életet, mint a bolygó nagy része. És ez nem vallási alapon működik. Tehát ez nem úgy működik, hogy azért tudok ezeket a dolgokat, mert én valahol valamilyen vallásban olvastam. Sehol nem olvastam. Hanem onnan tudom, hogy ezzel kapcsolatban információkat kaptam. Egészen odáig visszamenőleg, hogy hogy teremtődött a világegyetembe a teremtés. Tehát az egész világegyetembe a teremtés. Hogy teremtődött? Ami nem most volt, ha évben nézzük, az idő egyik mértékegysége az év, akkor a számokban nem lehet kifejezni. Amikor ez történt. Tehát nincs hozzá számunk, megnevezett számunk. Most akkor onnantól kezdve, hogyha ilyen információkat is kaptam, akkor az, hogy hogyan, miként kellene ezt az egészet megcsinálni, ez nem is olyan különösebb probléma. Tehát lényeg az, hogy várunk szeretettel a világ életének egyik legnagyobb kihívására, az, hogy hozzuk létre az aranykort. Tehát fejlesszük fel az embereket olyan szintre, vagy segítsük hozzá az embereket ahhoz, hogy felfejlődjenek olyan szintre, hogy képesek legyenek szeretetben, békében is, boldogságban élni. Mert én hiszem azt, hogy erre képesek az emberek, túlnyomó többsége. Tehát én hiszem azt. Én ebben teljesen optimista és derülátó vagyok. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után kezdődik a kócsképzésünk, amely az egészségteremtő kócsképzés lesz. Illetve annak a folyamatnak egy része, tanfolyamnak egy része. És ugye erről csak egy mondat, hogy a tudomány mai állása szerint a betegségek 85%-a
az pszichoszomatikus eredetű. Tehát a tudomány már ezt kimondja. Az azt jelenti, hogy a gondolataink megbetegítik a testünket, vagy a szerveinket. Na most, ha ezt a tudomány kimondja, hogy ez a betegségek többsége, akkor elég érdekes kérdés, hogyha az ember mondjuk megtudja azt, hogy a te bizonyos betegségednek, vagy egy valaki más személy betegségének, vajon mi lehet az a gondolkodási probléma, ami okozta az illetőnek azt az egészségügyi problémát. De valahogy az egészségügyi intézményekben ez a rész ez kimaradt. Szóval a lényeg az, hogy várunk szeretettel a második részben is, hogyha lehetőséged van, kapcsolódj be. Köszönöm a figyelmedet, további szép estét és jó tanulást kívánok mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok!